Na sziasztok srácok, hát hatalmas nagy hírrel szolgálhatok nektek, ugyanis bejött az a kis tippelgetésem, találgatásom, amit a pár nappal ezelőtti streamben említettem és fejtegettem, és annak ellenére, hogy szinte senki nem hitt nekem, még az ismerősi körömben sem, hát valóban bejött, mert hogy gyakorlatilag jó másfél hónappal előbb fog idén jönni a GTA Online nyári DLC-je, mint ahogy azt egyébként megszokhattuk. Ezt pedig ma a Rockstar hivatalosan is megerősítette, maga az update leginkább a repülésről, repülőgépekről és minden ezzel kapcsolatos tevékenységről fog szólni. Felolvasom nektek a teljes cikket, és aztán a lényegesebb részekre kitérek részletesebben is, úgyhogy nézzük tehát, hogy mi minden fog bekerülni a játékba kicsit több, mint egy hét múlva. Érkezik a GTA Online San Andreas Mercenaries frissítés június 13-án. Csatlakozz egy renegát alakulathoz, hogy leszámolj a Meriwetherrel és más veszélyes ellenfelekkel a következő robbanékony GTA Online frissítésben. Nem titok, hogy a Meriwether Security ugyanolyan korrupt, mint mindenki más ebben a városban, de most azt beszélik az utcán, hogy ezek a kétes szerződéses gyilkosok megnövelik a létszámot, és kiszorítanak minden gazember versenytársat egészen Dél San Andreasban. A bűnöző alvilág szakemberei számára ez lehet az utolsó csepp a pohárban, itt az ideje, hogy ott csapjanak le rájuk, ahol a leginkább fáj. Repülj egy elitpilótákból és volt katonai ügynökökből álló csapat oldalán, hogy a GTA Online-ban harcba szállj San Andreas legnagyobb magánhadseregének egységes erői ellen. San Andreas Mercenaries egy akciódúsúly frissítés, amely az utcákon, tengereken és az égbolton is játszódik. A szakértő, repülőgépszerelő és pilóta Charlie Reed összeállítja a Los Santos Angeles néven ismert gyakorlott pilótákból és bérfegyveresekből álló századát, hogy új, jövedelmező magánmunkát vállaljon. Érzékeny adatokat lopnak el, rajtaütéseket hajtanak végre, és robbanó tölteteket dobnak le nagyértékű célpontokra szerte az államban. Charlie segítségével az Avenger egy továbbfejlesztett légi parancsnoki központ lesz, amely új műveleti terminállal és fegyverrendszer frissítésekkel lesz felszerelve. Ráadásul új vállalkozásokba kezdhetsz értékes csempészárut futtatva, valamint spontán lehetőségekre is bukkanhatsz, hogy készpénzt és árut szabadíts ki jövedelmező célpontoktól. Mind az új, mind pedig a tapasztalt játékosok számára előnyösek lesznek az Avenger és hangár tulajdonosoknak szánt fejlesztések, beleértve azt a lehetőséget, hogy a hangárban tárolhatod és testre szabhatod az Avengeredet, sőt, akár a hangár vagy facility ingatlan birtoklása nélkül is tárolhatod és hozzáférhetsz az Avengerhez. Készüljetek fel most, készítsd fel a csapatodat, készítsd elő a hangár létesítményedet, állítsd be az Avengeredet és élesítsd a csempészkészségeidet az előtted álló csatára. A GTA Online következő akciódus frissítésében még több minden lesz. Többek között új véletlenszerű események, egy vadonatúj taktikai SMG, amely tökéletesen alkalmas a vezetés közbeni lövöldözésre, napi time triálok és még sok más, idén-nyáron a határ a csillagos ég. Emellett további folyamatos fejlesztések várnak a GTA Online-ban, a frissítéssel még több a játékosok által kért újítást lesz elérhető többek között. A Morse Mutual Insurance hívásakor az összes tönkrement járművedet egyszerre tudod majd igényelni. A beállítások menü egy alternatív sprint vezérlési lehetőséggel bővül, ez az úgynevezett tartsd lenyomva a sprinthez funkció, ez egy ilyen analóg sprintelés, csak ezt így mondom közben. Egyedi leírások a garázsokhoz, hogy könnyebben megtaláld a kedvenc járgányaidat. Az Eudora és a Broadway alkalmassá válik a taximunkára, ha taxifestéssel használod. A kreator frissítései közé tartozik többek között, hogy további kellékeket és időjárási lehetőségeket, köztük a havas időjárást is tartalmazni fogja. A GTA Online San Andreas Mercenaries június 13-án lesz elérhető minden GTA Online játékos számára, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One és PC platformokon. Maradjatok velünk, mert hamarosan további információk látnak napvilágot a nyári frissítésről, többek között az új játékmenetről, járművekről, tevékenységekről, különleges közelgő heti eseményekről, ünnepségekről és még sok másról. Na ez volna tehát a DLC hivatalos bejelentő cikke, San Andreas Mercenaries a frissítés neve és június 13-án kedden fog érkezni, aznap természetesen lesz délután majd DLC bemutató stream is, ahogy az mindig lenni szokott. És akkor nézzük a legfontosabb tudnivalókat, amik így kiderültek most ebből a bejegyzésből. Hát ahogy azt említettem is, egy teljesen a repülés köré épülő frissítésről beszélhetünk. Akik ismernek, tudják, hogy mennyire nagyon imádok repülni, se. Úgyhogy feletté örülök neki, de nem baj, egyszer meg kell tanulni. Sztori alapú küldetésekkel tarkított DLC-t fogunk kapni, ahol a Meriwether ellen kell harcba szállnunk. A hangárban jelenleg is látható karakter Charlie Reed főszerepet kap, és hát az ő segítségével fogjuk tudni elkezdeni az új küldetés sorozatot.
Az Avengerre több különböző új fejlesztés is jönni fog, például egy Operation Terminal, illetve új fegyverek, amiket itt láthattok is a képen, ezt a GTA Forumson szúrták ki már a felhasználók. De nem csak az Avengerhez, hanem a hangárhoz is fognak érkezni fejlesztések, és például magát az Avengert is már tárolhatjuk majd a hangárban, és hát több ilyen Quality of Life update is lesz, ezeket is bejelentették, ahogy ugye hallhattátok, ezek közül nekem ami nagyon tetszik, hogy jön az analóg sprintelési lehetőség, a taktikai SMG, amit kifejezetten az ilyen autóból való lövöldözésre fejlesztettek, a napi time trialok is érdekesen hangzanak, főleg akkor, hogyha ezek is 100 000-et adnak, mint a sima time trialok jelenleg, amúgy az jó lenne, de az is egy remek újítás szerintem, hogy végre egyetlen gombnyomással le tudjuk majd hívni az összes felrobbant autónkat, és hát ez, hogy az Eudorát, valamint a Broadway-t is lehet taxinak használni, szintén jó hír, csak ez tényleg az a kategória, hogy miért csak most, tehát hogy miért nem lehetett ezt akkor, amikor bejött a taxizás, nem értem. És hát ezeken kívül sok-sok új információval fognak még szolgálni a következő napokban, mert hogy olyan túl sok idejük már nincsen, hiszen körülbelül másfél hét van, és itt a DLC megjelenése, úgyhogy jövő héten szerintem biztos, hogy újabb cikkekre és akár trailer videóra is számíthatunk, ami tök izgalmasan hangzik. Hogyha nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképp iratkozzatok fel. Egyelőre ennyit tudtunk meg, tehát a következő DLC-ről, viszont amint bármilyen új részlettel tudok szolgálni nektek, azonnal jövök újabb videóval, vagy újabb poszttal. Addig is köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, legközelebb találkozunk. Én Dani voltam, sziasztok! Dark side. Light this bitch up.